A folytatásban pedig egy panelbeszélgetés következik, mégpedig a színpadra szólítom Pintér Róbert kutatásvezetőt a Digiméter képviseletében. A beszélgetés címe: digitális kihívás a KKV-k előtt, lépések helyett, vagy szintugrás. Mindjárt következik tehát. A beszélgetés résztvevői nem érkeznek a színpadra, legalábbis egyelőre. Elnézést, hogy más mondok, mint amit a felmondok. Mert hogy az elején szeretnék egy rövid előadást tartani nektek, és tényleg ez nem lesz több, mint 5 perc, csak nézem, hogy mennyien vannak még köztünk és az ebéd között. Szóval a Digiméter már sokadszor ezen a színpadon. Ki az, aki már hallott a Digiméterről, azt tegye fel a kezét. Ó, köszönöm, majd küldöm a köszönő ajándékokat. Szóval a Digiméter az 2020 óta létezik. Kérnék egy prezentert, amivel tudok léptetni. Köszönöm szépen. És most hoztam nektek egy exkluzív kutatást, aminek az eredményeit egyébként ti vagytok az elsők, akik megismerhetitek. A Digiméter az a KKV, tehát a kis- és középvállalkozási szektort méri évente 2 alkalommal, hogy hogyan digitalizálódnak Magyarországon. Van egy általános mérésünk ősszel, ami körülbelül egy olyan 750-800 vállalkozás körében szokott menni. Ez a 5 főnél nagyobb és a 10 millió forintos árbevételnél nagyobb cégeket jelenti. Ezt a digiméter.hu-n egyébként meg tudjátok nézni. Ez egy általános mérés, kb. 5-6 terület van benne, informatikai biztonság, digitális mindennapok, értékesítés, sales, pénzügyek, tehát hogy több területet nézünk meg. És van egy speciális témájú tavasszal, ez mindig változik, ez 2020-ban először, hát nyilván érthető okokból 2020 a koronavírus éve volt, az a koronavírus volt, és aztán utána a következő évben a legrosszabbul teljesítő terület ez a digitális marketing, és tavaly megismételtük a koronavírust, megnézzük, hogy milyen hatások voltak tartósan, hát nem sok minden maradt meg egyébként a koronavírus pozitív digitalizációs hatásaiból. És idén pedig azt a témát kezdtük el vizsgálni, mert nekem egy nagy nünükém, hogy mi a fenétől digitalizálódnak a cégek. Tehát rendszeresen beszélek újságírókkal, kollégákkal, bárkivel, mindig megkérdezik, hogy mi az, ami serkenti ezt a digitalizációt, és mi az, ami gátolja. Úgyhogy egy mély interjús kutatás sorozatot készítettünk, és ennek az eredményét hoztam el nektek. És akkor hagyj mutassam meg ennek a kutatásnak az eredményeit. A kutatásban egyébként egy mély interjús kutatás, tehát először merészkedtünk kvalitatív vizekre, vagyis nem kérdőves kutatással, egy nagyobb mintán néztük meg ezeket a dolgokat, hanem szakértőket kérdeztünk meg, illetve elég erősen digitalizálódott hazai cégeket, például a Digiméter díjasokat, mert van egy díjunk most már 2 éve, illetve olyan cégeket, amik segítenek más cégeknek digitalizálódni, akár azért, mert olyan szolgáltatást nyújtanak, payment gateway-t, vagy e-kereskedelmi szolgáltatást nyújtanak, vagy például a Google is képviseltette magát, ugye nyilván nekik érdekük az, hogy digitalizáljanak a cégek, mert akkor fognak online hirdetni. Itt látjátok a résztvevő szervezeteket, illetve nem tudom mennyire nagy betű, hátul ülők már nem látják, de higgyétek el nekem. És ugye a témáink azok alapvetően, hogy mi az, hogy digitalizáció, erről majd fogunk most is mindjárt a panelbeszélgetésben beszélgetni. Arról is, hogy mik a gátló és serkentő tényezők, és ez két szinten, egyrészt spontán módon, tehát nem akartuk megvezetni a résztvevőket, ők mondják el saját maguk, hogy mit gondolnak, hogy mi az, ami serkenti, mi az, ami gátolja a digitalizációt, és ugyanakkor pedig volt egy olyan rész, ami körülbelül 15 tényezőt azonosítottunk a szakirodalmi kutatás alapján, illetve a saját kutatásaink alapján, és ezeket nézegettük végig. Hát maga a jelentés, ez körülbelül egy hónapon belül lesz elérhető, sajtó anyagot is fogunk belőle kiadni, illetve gyors jelentést, a HVG, a média támogatónkat egészen biztosan fogtok tudni róla olvasni. Egy dolgot hoztam most el nektek, mert folynak még az interjúk, tehát nem vagyunk még teljesen készen, viszont 12 interjú lement már szakértők meg cégek körében, amit én csináltam, és ezeket nézegettem át tegnap, és a spontán részét. Tehát amikor megkérdezünk szakértőket, mondjuk ha most megkérdeznének titeket, hogy szerintetek mitől digitalizálódik egy KKV Magyarországon, mik a serkentő tényezők, akkor ezeket a dolgokat említették. Itt a válaszadóknak a saját szavaival szerepelnek egyébként az eredmények. Az első, hogy az emberi erőforrás, humán erőforrás, szemlélet, emberedés, csapat, új munkaerő, ugye erről a korábban a Csiszer Dénes is beszélt már az előadásában, aki majd kerekasztal tagunk is lesz, szervezet, cégszemlélet, szervezeti kultúra, tulajdonosi megértés, a fentről lévő szemlélet, tehát a cégvezető a kulcspont gyakorlatilag ebben a sztoriban. A megfelelő tudás, nyilván elengedhetetlen a technológia,
az, hogy legyenek olyan eszközök, amik kipróbálhatóak, megnézhetőek, a tőke, tehát ez valahol egy olyan sztori, hogy meg kell térülnie, tehát ez egy befektetés, és vissza kell jönni itt az eredménynek. A folyamat, nagyon sokan mondták azt, hogy folyamatokból kell kiindulni, tehát a folyamatok jók, akkor tudunk jó digitalizálódni, ha nem jók, akkor nem, és az utolsó az pedig a környezet, és ez akár olyan értelemben, hogy a szabályozás, tehát tudjuk, hogy a Magyarországon a NAV a legnagyobb digitalizátor, tehát ők, amikor előírták azt, hogy a számlákat online kell beküldeni, onnantól kezdve minden cégnek gyakorlatilag a pénzügyének egy része legalább digitalizálódott. Szóval röviden ennyi a kutatásnak az eredmény, és akkor most arról fogunk beszélgetni, és most már tényleg kérném majd a résztvevőket, hogy jöjjenek be, hogy a KKV digitalizáció hogyan folyik Magyarországon, és akkor a színpadra szólítanám Tordai Balást az IVS-től. Sziasztok! Csíszár Dénest az EIT Digital-től, aki már adott elő korábban. Sziasztok. És Kalacsai Kornélt, aki pedig a blockchain guru, és a Kriptausznak vezető is adott már elő a mai nap, és akkor kérem, hogy foglaljatok helyet. És akkor az első kérdés, amit föltennék nektek, hogy ugye a cím az digitális kívás a KKV-k előtt lépések helyett szintugrás, minden szóval fogunk egy picit foglalkozni, és aztán van egy jó hírünk a KKV-k számára, ugye a Digitaltech Edi megalakult, és erről fogunk beszélgetni, hogy ez milyen fajta lehetőségeket rejt. Kezdjük a kihívás jellegével ennek az egésznek, hogy mit gondoltok, hogy mit jelent az, hogy kihívás a digitalizáció, és miért kihívás itthon? Jó, akkor már mint házigazda is bele kell szóljak a mikrofonba, és meg kell törjem itt a jeget. Én azt gondolom, hogy elsősorban kényszerről van szó. Tehát egy olyan kényszerről van szó, ahol körülöttünk kialakul egy digitális világ, azok az igények, amelyek fölmerülnek ma egy szolgáltatással, termékkel kapcsolatban, azok általában ma szinte mindenhol már megjelentek, hogy digitálisan jelentkeznek. Kapcsolattartás az ügyfelekkel digitálisan történik. Tehát van egy ilyen igény, és ezzel az igénnyel akarnak lépést tartani a KKV-k. Ez általában sikerül nekik, csak időkérdése. Hú, hát én azt gondolom, hogy ez nem igazán kihívás, hanem inkább lehetőség. Tehát, hogyha nem élsz vele, akkor az összes többi versenytársad, meg az ügyfeleid, meg mindenki annyira elmegy melletted, hogy esélytelen leszel. Tehát mindenképp muszáj digitalizálódni egy KKV-nak. Egész egyszerűen azért, mert ha ő nem teszi, akkor egy másik versenytársa fogja tenni, egy gyorsan mozduló startup fogja tenni, egy külföldről Magyarországra érkező cég fogja tenni azon a piacon, és neki is élni kell ezzel a lehetőséggel, hogy például külföldre ő lehessen majd az, akiről ugyanezt mondják el egy másik országbeli konferencián. A napokban voltam egy rendezvényen, ahol a digitalizáció téma jött elő, és ott arról kezdtünk el beszélgetni, hogy egy kicsit olyan ez a digitalizáció, mint a blockchain. Hogy valójában mindenki tudja, vagy mindenki nem tudja, hogy pontosan micsoda, csak hallotta már a szót, és hogy kicsit érezhető a túl misztifikálása ennek a szónak. Holott, amikor azt mondjuk valakinek, hogy figyelj már, te valójában azt csinálod, akkor tényleg ez az? És hogy ezt érzem a piacon, hogy olyan sokszor mondjuk ezt, hogy digitalizáció, hogy ezt gyakorlati szint, és meg kell tudni értetni, hogy az valójában micsoda is, hogy ez mit jelent. És szerintem ez egy nagyon fontos feladat, hogy gyakorlati szinten lássák a KKV-k is, meg mi magunk is, hogy pontosan mitől leszünk digitálisak. Szóval van rajtunk egy nyomás, vagy a KKV-kon van egy nyomás, egy kihívás, de nem tudják, hogy mi ez. Én ezt nem mondanám. Én azt gondolom, hogy körülbelül 7 éve foglalkozzunk itt Magyarországon komolyabban azzal, hogy ipari cégeket, szolgáltatókat digitalizálunk. Van, aki ezt viszonylag nagyon gyorsan megértette, abban a helyzetben volt, hogy megértse, vagy eljutott arra a felkészültségi pontra, és elindult. Most már nem arról beszélünk, hogy ténylegesen mekkora presszió van, és hogy most megyünk erre, vagy nem megyünk. Van, akik ezt komolyan vették, elindultak, és már mennek. Tehát nekik most már nagyon komoly szakmai segítségre van szükség, ahhoz, hogy ők tovább tudjanak haladni, hogy ők el tudjanak menni. Ez az eseteknek egy 20% alatti része.
Tehát természetesen akkor van egy 20% fölötti része, aki viszont nem, vagy nincs abban a helyzetben, vagy nincs abban a tudatállapotban, nem rendelkezik azokkal az információkkal, amelyekkel kéne, és ő azt mondja, hogy vagy nem mondja, mert még nem is tudja, hogy mit kéne erre mondania, de ő egészen egyszerűen nem vette észre ezt a törvényszerűséget. Szóval nekünk azért itt ezt idealizálhatjuk, ezt a dolgot, hogy akkor majd sokat mondjuk, meg sokaknak mondjuk, meg nem tudom mi. Általában akik ezen a területen dolgoznak, az mind azt a körülbelül 2000 KKV-ről beszélünk, akik elmozdultak valamennyire ebben a világban, és ugye ez a KKV-k összességének azért nagyon kis része. Igen, 60-70 ezer komolyabb KKV-ról beszélünk Magyarországon, és van 6-700 ezer a teljes kör. Tehát ez egy jóval nagyobb. Egyébként, hogyha azt mondanám, hogy mi a különbség a KKV-digitalizáció meg a nem KKV-digitalizáció között, van valami érdemi különbség, és lehet abból valamit tapasztalni, vagy tanulni a KKV-knak? Hát, hogyha most nagyvállalatot értesz ez alatt, vagy esetleg startupot, ami végül is ugye egy KKV, ami nagyvállalat akar lenni. Én azt gondolom, hogy a startupoktól mindenképpen van mit tanulni. Mindaz, amit elmondtam itt két előadással ezelőtt, rugalmasság, digitalizáció, digitális üzletmenet, ütésállóság és így tovább. És a nagyvállalatok meg sokkal inkább élen járnak, mert náluk ugye már nem annyira azzal tudnak foglalkozni, hogy hogyan legyen még exponenciálisan több árbevételük, hanem hogy a belső folyamataik hogyan legyenek hatékonyabbak, hogyan legyen szükségük kevesebb munkavállalóra, és hogyan tudjanak nagyobb profitot termelni. Ennek okán természetszerűleg ők sokkal inkább digitalizálnak, és sokkal hatékonyabban digitalizálnak, tehát azt gondolom, hogy egy tök átlag KKV-nak, egy tök átlag nagyvállalattól és egy tök átlag startuptól is van mit tanulnia. Mondom akkor, ha a startupot technikailag most nem KKV-nak klasszifikáljuk. És még azt akartam hozzátenni ahhoz, amit Balázs mondott, hogy szuper nehéz azt gondolom elválasztani egy KKV-nál az embert magától a vállalattól. Tehát ugye nem a vállalat dönt úgy, hogy digitalizálunk, nem az a misztikus szürke izé, hanem a menedzsment. És a menedzsment tuti hétszentség, hogy okos eszközöket használ a privát életében. Azzal tartja a kapcsolatot a családjával, azzal rendel mozijegyet, kaját. Tehát ott van előtte az összes digitalizációs példa, csak azt a pici lépést kell megtennie, hogy absztraháljon a vállalatára a privát életéből. És ezt szerintem egyre többen meg fogják tenni. Igen, mert tavaly erről beszélgettünk ugyanezen a színpadon, csak egy másik körrel, hogy a mi saját kutatásunk szerint az emberek egyébként használják ezeket az eszközöket, akár 70-80%-ban, tehát Google-ön keres rá térképen, stb. Vásárol a reklám alapján, hirdetések használja a videokonferencia szoftvert, stb. És aztán bemegy a cégbe, és kockás fizet, mert ezt így szoktuk csinálni. Tehát a kabáttal együtt lerakja a fogasra ezeket a dolgokat. Igen, egyébként a nagyvállalat és KKV között szerintem szignifikáns különbség van, és valószínűleg a döntéshozatali mechanizmus az egyik legfontosabb része ennek. De hogy ugye én is egy KKV-t vezetek, én például úgy szoktam ezt figyelni, hogy hogyan tudjuk digitalizálni a saját céges működésünket, vagy hogyan tudjuk jobbá tenni, mert valójában nálunk erről van inkább szó, hogy folyamatosan nézem, hogy milyen szolgáltatások vannak a piacon. És nyilván, amikor berobbant az AI, akkor nyilván én is meg kellett, hogy nézzem, mert hogy nem maradhatok ki belőle, tartanom kell a lépést a piaccal, és én is megnéztem, hogy én mire tudom használni ezt a technológiát, és lefordítottam a saját nyelvemre, és rájöttem, hogy akkor hogyan tudom én ezt jobbá tenni az életemet. És folyamatosan ezt csinálom, hogy szkennelem az alkalmazásokat, és rászánom azt a napi, nem tudom én, fél órát max, hogy megnézem, hogy a piacon milyen trendek vannak, és hogy milyen szolgáltatások vannak. És például ez a konferencia is tök jó, mert már több alkalmazást már bele is tettem a telefonomba, hogy meg kell néznem, mert szerintem így lehet lépésenként egy KKV vezetőként haladni a digitalizációval. Én annyit tennék még ehhez hozzá, két dolgot hagytunk ki. Az egyik ugye az időfaktor. Ugye az, hogy ugye itt emberekről van szó, akiknek van egy beosztható ideje. Beosztható ideje arra például, hogy a saját cégének a megújulásával foglalkozzon. Ugye ne felejtsük el, hogy ugye a magyarországi KKV-knak jelentős részében van egy viszonylag szűk menedzsment, ha egyáltalán van. Viszonylag szűk menedzsment, ez néhány döntéshozóból áll, akik rettenetesen el vannak foglalva avval, hogy túléljenek.
Ebben a világban meg pláne el vannak foglalva, most hagyd ne menjek bele abba, hogy mi minden van, pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. Tehát jelen pillanatban túlélésért küzdő embereket szeretnénk arról meggyőzni, hogy ne a túlélésért küzdjél, barátom, hanem majd a jövőt építsed a gyerekednek. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. A másik pedig ugye ez a bizonyos, ugye itt el is hangzott az előbb, ezek a különbségek a döntésmechanizmusban. Ugye a magyarországi KKV-knak 60-70%-a családi vállalkozás. Családi vállalkozásban teljesen másképp megy a döntéshozatal, és teljesen másképp megy a delegáció. Családtagnak delegálok, kívülállónak nagyon nehezen tudom megadni azt a bizalmat, és nagyon nehezen tudom befogadni azt, hogy valaki kívülről hozzon be nekem ilyen fajta információkat. Tehát én ezt is egy nagyon nagy különbségnek tartom, amíg egy nagy vállalatnál természetesen a HRS-nek szólok, hogy egyébként ilyen és ilyen szakemberre van szükségem, és az bizonyos feltételrendszer teljesítése után be fog kerülni ebbe a döntéshozatali körbe. Köszönöm szépen. Egyébként pont a kutatásunkban is ez jött ki, hogy nagyon sok vállalkozás alapult Magyarországon a 80-as évek végén, 90-es évek elején, és ugye ott pont most megy a generációváltás, ugye sok helyen már megvolt, néhány helyen éppen megy, pár helyen meg pont előtt állnak, ugye valószínűleg ezt fogjuk kutatni majd a jövőben, hogy ott vannak a 60-as éveik elején, közepén azok a vállalkozók, hogy ők nyilván nem, tehát ha 30 éve csinálom valahogy, és a digitalizáció közben ott volt, és nem feltétlenül én vagyok, aki értem, de a következő generáció már jön, és ő átvenni, és ő meg érteni véli. Tehát itt ez is szerintem egy nagyon érdekes magyar gát. De menjünk át a következő kérdésre, hogy mik a tipikus digitalizációs lépések? Tehát hogyan csavarodik rá egy KKV a digitalizációra szerintetek? Én már említettem a NAV-ot az előadásomban, ami egyszerűen ugye egy külső kényszerített egy ilyen ostorcsapás, de van-e más út? Tehát láttok te ti tipikus utakat, amin keresztül ezt el lehet kezdeni? Vannak ezek a alacsonyan függő gyümölcsök, weboldal, e-mail, céges WhatsApp csoport, amiben kommunikálunk. Én azt gondolom, hogy ez a kapudrog a digitalizációhoz, tehát hogy itt indul. De tényleg, tehát hogyha van családi WhatsApp csoportom, akkor egy nagyon rövid idő alatt eszembe fog jutni, hogy csináljak egy menedzsmentet, egy összcégest, mert könnyebb úgy kommunikálni az esetleg geográfiailag eltérő helyen levő emberekkel, hogy WhatsApp üzit küldök, mert még azt is meg tudom nézni, hogy megnézte adott esetben. Ugyanígy az e-mail, tehát nagyobb állományokat, tehát nekem fizikai fájdalmat okoz a mai napig minden, amit ki kell nyomtatnom, és ez egyre több helyen egyébként így van. Gondoljunk, hogy amikor emlékszem, mikor volt 97-ben, amikor faxon kaptunk szerződést Amerikából, és ilyen 30 méter hosszú volt. Tehát ez most manapság már teljesen elképzelhetetlen, ez tökre kiváltotta az e-mail. És ezek azok az első lépések, ahonnan utána tovább lehet haladni, ha van akarat a tovább haladásra, vagy hogyha látják az úton a KKV vezetők, hogy van több lépés, és nem odaértünk valahova. És itt átadom a többieknek, hogy ide csatlakozzanak. Nagyjából már elmondtam, hogy nálunk hogy működik, vagy hogy én hogy csinálom. Ami fontos szerintem, hogy ehhez kell egy másfajta gondolkodásmód is, és talán ezt kellene nekünk triggerelni a vállalkozóknak a fejébe, hogy legyenek nyitottak a különböző technológiai megoldásokra, és talán ez adja a különbséget, hogy egy vállalkozás mennyire tud elindulni a digitalizáció útján, hogy a vezető vagy a vezetők mennyire nyitottak az újra, mennyire befogadóak, és mennyire pozitívan állnak hozzá, hogy igen, azért kell ezzel foglalkoznom, hogy megértsem, mert könnyebbé teszi az életemet, és kevesebb időt fogok tölteni azzal, hogy. És ameddig ezt a küszöböt nem tudjuk átütni, addig nem is fog tudni az adott vállalkozás elindulni ezen az úton. Ha onnan közelítjük meg statisztikailag, hogy nézzük meg, hogy kik azok, akik digitalizálódtak, és kik azok, akik nem. Ugye előbb már beszéltem róluk, hogy azért jelentős mértékben nem. Akkor igazából két dolgot vehetünk észre. Az egyik az, hogy vagy az van, hogy valami nagy bajba kerül a vállalkozás, most teljesen mindegy, hogy ez financiálisan, vagy emberileg, vagy bármi egyéb, és akkor jön egy a kabátnak az újra gombolása, gondoljuk végig, hát mindenki ezt mondja, ezt a digitalizációs hülyeséget, tehát biztos akkor ebbe meg lehet találni azt, ami számunkra vonzó, és akkor lehet, hogy tehát ez az egyik út, amit látunk.
A másik, amiről már az előbb beszéltem, hogy igazából ugye az innovátorokon és az early birdökön vagyunk gyakorlatilag nem túl. Tehát gyakorlatilag az innovátorok és az early birdök azok szinte elfogyni látszanak, és az a nagy tömeg, aki csendben van, az valahogy úgy nem mozdul át. De az innovátorok és az early birdök között pedig azt kell mondjam, megszállottak vannak, megszállott emberek vannak, akik elhatározzák, hogy valami más szeretnének csinálni. Vagy kalandvágyból, vagy tudásszombiból, vagy bármi egyébből, de valami más szeretnének csinálni. Oda kéne nekünk, mármint az informatikával foglalkozó világnak eljuttatni a vállalkozásokat, hogy ténylegesen fel tudjuk mutatni azokat az előnyöket, amelyek a digitalizációval elérhetőek. És tényleg, amit a DNS mondott, hogy én egyébként a családommal az XY üzenetszolgáltatón keresztül tartom a kapcsolatot, akkor lehet, hogy a munkatársaimmal is érdemes valami hasonlót kiépíteni. Igen, az alapján, amit mondotok, kicsit megerősített, amit korábban mi is találtunk a Digiméterben, hogy van egy informatika 1.0, meg egy 2.0. Hogy az 1.0 az e-mail, a nem tudom én, tehát amikor ilyen dump pipe, tehát ez a buta csőszerűen használjuk az informatikát, hogy már megszoktuk, nem tudom én, a 90-es évektől, tehát internetezünk, böngészünk, van e-mail, fax már szerencsére nincs, és ugye a címben van egy ilyen szintugrás, ugye, ami, hogy mi ez a szintugrás, hogy vajon akkor ez az 1.0-ról a 2.0-ra való fellépés, és ez miért nem lehet, ahogy egy lépcsőházba megyünk föl, szint lépcsőfokonként fölmenni, vagy lehet-e így csinálni, vagy a szintugrás azt jelenti, hogy tényleg szintet kell ugranunk, és nem lehet, nem tudom én, apró lépések sorozatával ezt az egészet megcsinálni. Tehát mi ez a 2.0 az informatikában, ami jöhet, akár felhő, AI, ugye hát a inspirációs első előadásban is, amiket mondtak, hogy mi minden van, nagyon messze vagyunk szerintem tőle, pláne a KKV-k. Milyen érettségi modelleket szoktunk használni, amikor egy ilyen KKV-hoz kimegyünk, és legutóbbi időben, főleg ezt a 48 lépésből álló, vagy 48 dimenziót néző adaption nevezetű modellt használjuk erre a dologra. Nagyon érdekes, hogy ugye az adoption az azt mondja, hogy van egy jetztige szituáción, és akkor abból majd egy ilyen tervezett végállapotba kéne eljutni. És ugye vannak, amelyek a 48-ból összefüggenek egymással, tehát adnak egy homogén fejlődést. Tehát mit tudom én, hogyha most kollaboratív robotokra szeretnék rákanyarodni a cégembe, akkor mindenképpen az egy nagyon jó dolog, hogyha nekem van egy wifi hálózatom egyébként. Mert hogyha nincsen, akkor majd építenem kéne. Tehát én csak oda akarok eljutni, hogy vannak viszont olyan dolgok, amelyek nem összefüggenek egymással, és bizonyos területen ez kiugrik, és bizonyos területeken pedig visszamarad. És ez általában, mint ahogy itt megint csak visszatérek arra, hogy ezek emberek, akik döntenek erről a dologról, ezek az emberek azt döntik el, hogy számukra mi a prioritás. Tehát én nem tudok egy olyan ívet fölhúzni egy ilyen fejlődésnél, hogy azt mondom, hogy na és akkor az egészet elemelem, gyakorlatilag mind a 48-ban lépünk egyet, vagy hármat, vagy átugrom és elmegyek az ötösbe, az egyesből. Ezekbe egyrészt nem is hiszek. Az elképzelhető, hogy egy-egy dimenzióban nagyot ugrok előre. Hiszen azzal például, hogy megteremtem az infrastruktúrát, azzal tudom az embereimet beengedni az ajtót, és meg tudom nézni azt, hogy éppen merre fordult a robotom karja. Igen. Én azt gondolom, hogy onnantól, hogyha az előző példámat akarom folytatni, hogy elfogyasztottuk a kaputrogot, utána egy hatalmas attól függ jön, tehát óriási betűkkel kiírva. Tehát ez az, ahol egy csomagolóanyaggyár el fog térni egy fodrászszalontól, ahol egy fodrászszalon el fog térni egy építőipari vállalkozástól. Tehát emlékszem, 2011-ben voltam egy londoni pitch versenyen, ami azért így nem ma volt, ahol már akkor egy olyan, azóta egyébként nagyon nagy befektetést kapott, és nagyon sikeres startup pitchelt, aki ezekkel az autonóm pókrobotokkal építette föl a hatalmas épületfelújításoknak az állványzatát. Ez ugye egy építőipari digitalizáció, amit 12 évvel ezelőtt pitcheltek pre-seed állapotban ez a csapat, egyébként egy osztrák startupról beszélünk. Tehát Kornéhoz csatlakozva, ha nem tudok róla, nem figyelek az innovációra, ha nem
tudom azt, hogy miből választhatok, ugye akkor vak vagyok. Tehát, hogyha egész életemben csak azt tudom, hogy krumpli van és rántott hús, és semmi más nem tudok választani, és a, nem is értem, hogy mi az, hogy nem tudom, Wellington bélszín, mert nem értem a szavakat, nem áll össze az agyamba, akkor, akkor nem fogok tudni egy tök menő kaját választani egy étteremben. Már aki szerint a Wellington, az szerintem az. És ugyanígy, hogyha hiába mondjunk olyan szavakat egy KKV-nek, hogy blockchain, meg edtech, meg fintech, meg nem tudom én mi, vagy kockázati tőkebevonás exponenciális növekedésre, nem ugyanabban a mindsetben van, hogyha a lépcsőházas példára visszautalva, hogyha neki fából volt a lépcsője, ha kőből, ha sárból, és még meg se szilárdult, vagy csak egy létrán próbál szegény fölmászni. Tehát nagyon-nagyon attól függ jön majd ez, ezután. Még egy utolsó gondolat. Valójában ugyanezt akartam én is elmondani, amit elmondtatok, tehát egyetértek, hogy nincs one size fit all megoldás ebben. Egy kicsit olyan, hogyha behozhatok egy teljesen más témát, hogy a személyiségfejlődésünkben is vannak ilyen geppek, amiket szeretnénk megugrani. Azt is meg tudjuk kis lépésenként is tenni, de általában azok a nyerők, amikor így nagyobbat teszünk, viszont ugye ennek is ára van, mert fájdalmas megtenni egy bizonyos nagyobb lépést, tehát ugyanúgy a digitalizáció kapcsán is meg kell fizetni annak az árát, hogy előre haladjunk, magyarul bele kell fektetni az időt, az energiát és a megértést. Most térjünk hát az utolsó témánk, mert nagyon telik az idő, hogy ha jól vettem ki a szavaitokból, meg ugye van most egy standotok is itt kint van, ez a Digitaltech Edik, ez pont valami ilyesmit akar csinálni a KKV-kkal. Tehát ha én KKV vagyok, hogyan tudtok nekem segíteni ebben a szintugrásban, vagy akár az első lépés megtételében? A Digitaltech Edik az igazából egy darab, ezek ugye ilyen digital hubok. Gyakorlatilag mondjuk az, hogy szolgáltató központok, nagyon egyszerűen lefordítva magyarra. Ebből 5 darab jött létre eddig Magyarországon. A Digitaltech Ediknek van az 5-ön belül van 5 saját témája, amivel foglalkozik. Ez az 5 saját téma, ugye ez a kiberbiztonság, a blockchain, a fintech, az edtech és a business development. És igazából ebben az 5 témakörben számunkra abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon magasan kvalifikált szakemberek, 4 egyetem vesz részt a tematika összerakásába és a személyzet biztosításában. Ugye ez a 4 egyetem a BME, az ELTE, a Debreceni Egyetem és az Edutus, és ezen kívül még szakmai szervezetek is, mint például a blockchain, vagy mint például az AIT Digital, tehát mi rakjuk, ők rakták össze gyakorlatilag azt a tematikát, ebben lesznek tréningek, ebben lesznek tanácsadási folyamatok. Körülbelül 100 féle tréningünk lesz, de tényleg érdemes kimenni a honlapunkra és figyelgetni. Főleg nyár közepétől már azért élesben mennek ezek a tréningek. Jelen pillanatban én csak azt mondom, hogy érdemes követni bennünket az interneten. És ez egy olyan fajta megközelítése lesz a dolognak, hogy elkezdünk beszélgetni egy KKV-val, elkezdünk arról beszélgetni, hogy milyen fajta segítséget tudunk nyújtani. Ha mi a saját edikünkben nem tudjuk megadni ezt a segítséget, akkor van még ugye rajtunk kívül 4, ahol nagy valószínűséggel meg lehet találni, például, hogyha egy mezőgazdasági témáról van szó, akkor rögtön, vagy egy AI-ról, vagy egy adatkezelési problémáról, akkor meg tudjuk találni ezeket a megoldásokat. És a legjobb szakemberek tudnak foglalkozni, és a legfontosabb dolog, hogy ezek térítésmentesek. Tehát gyakorlatilag
ingyen lehet ehhez a szolgáltatáshoz hozzájutni, és nem csak a KKV-knak egyébként, hanem például olyan public sector szervezeteknek, akik közszolgálatot látnak el, és nem profitorientáltak. Tehát nagyjából ugye ennyi, nem tudom, mit hagytam ki. Tehát, hogyha össze kéne foglalni egy mondatban, a Digitaltech eddig célja a hazai kis- és középvállalatok és PSO-k digitális versenyképességének a javítása. Van, akinek ez nyilván nulláról indul, van, akinek meg ötről, és onnan szeretne elérni tízre. Mind a hárman dolgozunk aktívan ebben az edikben, és tényleg nagyon szeretnénk tenni a hazai KKV-k helyzetének javításáért. Azt gondolom, egy szuper király programról van szó, úgyhogy gyertek oda a standunkhoz, adunk szuper juice-t is, hogyha kitöltitek a... És viszkit is lehet nyerni. Igen, viszkit lehet nyerni, és szuper juice-t adunk a kérdőív kitöltőknek. Úgyhogy itt egyből ez a lila színű. Mindenféle gooding van. És aki lemarad erről, vagy túl sok viszkit ivott, az hol tud titeket elérni a digitális térben? Digitaltech.edich.hu a honlapunknak a címe. És ez, vannak ilyen kártyáink. Edich az EDIH. EDIH, igen, ez a European Digital Innovation Hub. Remélem mindenki ilyet tudja olvasni. Hát azért mutatom. De ilyen kis cédulákat, hogyha elfelejtenétek, ott kint adunk. Mindenki. Oda van írva, hogy Time's Up. Igen, ja, jó, okay. Ezt akartam én is mondani, hogy az időnk lejár. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg hogy itt lehettünk, és köszönjük a beszélgetést, és akkor átadnánk a terepet a következő csapatnak. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!